A veszélyhelyzeti intézkedések lépcsőzetes feloldásának megkezdésével az élelmiszerboltokon, a drogériákon, patikákon túl más profilú boltok is újra nyitva tarthatnak április 7-e óta. Jogszabályban előírt védelmi intézkedésként az üzlethelyiség méretével arányos létszámkorlátozást kell betartaniuk és betartatniuk. A vásárlóteret és a bevásárlókocsikat folyamatosan fertőtleníteniük kell, a vevők számára készfertőtlenítőt kell biztosítaniuk, emlékeztetett az ITM közleménye. A fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok az országos vizsgálat keretében eddig összesen 187 kereskedelmi egységet ellenőriztek. Az első héten mindössze 13 üzlet esetében tapasztaltak jogsértést, amelyet 11 vállalkozás már a helyszínen kijavított. 5 céggel szemben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult, az ellenőrzött kereskedelmi egységek szinte mindegyike jól látható írásbeli tájékoztatás helyezett ki a bejáratnál arról, hogy egy időben összesen hányan tartózkodhatnak az üzletben. Az előírt létszámkorlátnak többféleképpen tettek eleget a kereskedők. Egy áruházláncnál automata számláló működött a kapuban, kint monitor jelezte, hogy mennyi vásárló van bent, és hányan férnek még be. Az üzletek többsége csak annyi kosarat kocsit tett ki, ahány vevőt beengedhetnek. Kötelező használatukra gyakran a biztonsági őrök figyelmeztették a betérőket. Cseresznyés Péter az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelmért felelős államtitkára elmondta, a fertőzés veszély minimálisra csökkentése érdekében most különösen fontos, hogy a lehető legrövidebb ideig tartózkodjunk a boltokban, áruházakban. Változatlanul orrot és szájat eltakaró maszkban mehetünk csak be az üzletekbe, és még mindig ügyelnünk kell a védőtávolság betartására. A kereskedők gyors és gördülékeny kiszolgálással is tehetnek vásárlóik és munkavállalóik egészségének védelméért. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján a Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország minden részében folyamatosan ellenőrzi a veszélyhelyzeti szabályok betartását az üzletekben.